Az egyik legforgalmasabb utcafelújítása zajlik éppen Tamásiban, annak is az utolsó simításai, mintegy 250 folyóméteren. Ez azt jelenti, hogy napokon belül újra járható lesz a Garay utca teljes hosszában. Most zajlik éppen mögöttem, most zajlanak az aszfaltozási munkák, de nem csak aszfaltozunk, hanem korábban a patkát sikerült teljes egészében megújítani, és a projektnek a része a vízelvezetésnek a megoldása is természetesen. A város önkormányzata a belügyminisztériumhoz nyújtott be támogatási kérelmet a projekt végrehajtásához, így a 21,5 millió forintos összköltséget 50%-ban a magyar állam finanszírozta, a fennmaradó közel 11 millió forintot pedig a város önkormányzata fizette. Az idei évben a Hírt Ferenc utcát sikerült teljes egészében ugyanilyen módon felújítani. Útfelújítás zajlik még, illetve zajlott az elmúlt héten a 65-ös úton, de ez a Magyar Közútnak a projektje volt. Az idei évben még egy járda felújítás van tervben, ez a Csokonai és a Hunyadi utca közötti szakasz foglalja magába. Tamásiban tehát egész évben folytak az útfelújítások, a közeljövő tervei között pedig még több beruházás szerepel.